Sirpa Hannéle Ivánusz Lovas szobra is látható a tárlaton. A finn művész kapta idén a megyei önkormányzat díját az Őszi tárlat pénteki megnyitóján. A kulturális központ első emeletén állították ki azokat a festményeket és szobrokat, amelyeket idén a háromtagú zsűri alkalmasnak tartotta bemutatásra. Rémiás Tibor, a szervező Józsa András Múzeum igazgatója a megnyitón azt mondta, a vártnál kevesebben jelentkeztek az idei megyei seregszemlére. Az idei év kiállítása kicsit, őszintén megmondva, szegényesnek mondható. Mindössze 45 pályamunka érkezett be a felhívásunkra, 19 művész kívánt részt venni a tárlaton, ebből a zsűri döntése alapján 34 alkotást tárhatunk a közönség elő. 2019-ben kétszer ennyi 90 pályamunka érkezett, míg tavaly 65 alkotás. Ehhez képest idén 45 festményt és szobrot zsűriztek. A múzeumi szakértők úgy látják, hogy a járvány lehet az oka a csökkenésnek. A kiállított darabokban is a bezártság és a belső fejlődés érhető tetten. Jelen pillanatban mi foglalkoztatja őket, milyen új irányok mutatkoznak a műveikben, egyáltalán mit szeretnének ők láttatni a közönségnek, milyen üzeneteket szeretnének átadni. Mint mondtuk, egy kicsit szerényebb az idei tárlat, de vannak rendkívül magas színvonalú munkák, nyilván itt a díjazottakon kívül is. Úgyhogy én mindenképpen azt mondom, hogy izgalmas, és tényleg érdemes olyan szemmel nézni, hogy a hosszú bezártság ideje után, amit ugye a világjárvány okozott, hogyan mutatkozik a befele fordulás az ön műveikben, hogyan mutatkozik ez a bezártság az itt kiállított műalkotásokon keresztül. Az Őszi tárlat városi díját Székely Edit kapta, az elismerést a férje vette át. A tárlatot október 31-ig láthatják a VMKK-ban.